Tisztelettel köszöntöm elnök urat, polgármester urakat, az egyházak képviselőit, kivitelezőket, a kedves nagysápiakat, legfőképpen a gyerekeket. Amikor egy-egy ilyen átadón van szerencsém részt venni, akkor mindig eszembe jut a 2010 előtti korszak, amikor valakik az akkori kormányzat úgy döntött, ilyen távoli regionális központokban majd megoldják Magyarország jövőjét. Ehhez képest szerencsére 2014-től a megyéknek adtuk át ezt a feladatot, hogy az apró települések, a kisebb településeknek a fejlesztésével, település területfejlesztéssel foglalkozzanak, és oda tettük azokat a szükséges forrásokat is, amely így közelebb került a falvakhoz. És nem csak a pénz került oda közelebb, hanem maga a döntéshozatal is, hiszen azelőtt, hogy a pályázati kiírások megszülettek volna, minden településről bekértük azokat az igényeket, hogy kinek mire van szüksége, mik azok a sorrendek, amelyek meghatározzák a jövőképüket, ahogy szeretnék a következő években fejleszteni a településüket. És ebből kijöttek azok a fő vonalak, azok a fő témák, amelyek mellé szerencsére sikerült a pénzt is megfelelő arányban csoportosítani. Úgyhogy nagyjából ebben egyébben minden település ugyanazokra a célokra nyerhetett el forrásokat, amelyeket legfontosabbnak tartott. Én nagyon örülök, hogy itt Nagysápon az idősek és a fiatalok voltak célkeresztben, tehát nem csak óvoda, hanem egy idős otthon is elkészülhetett. És emellett, hogy a megyei önkormányzat ezt a feladatot központilag megkapta, mi a mi megyénkben külön még olyan segítséget tudtunk nyújtani, hogy létrehozott elnök úr, illetve a testület egy olyan KFT-t, amely a kis településeknek a pályázatait, ami nem egy egyszerű feladat, megfogalmazza, utána az elszámolásokat lebonyolítja. Tehát mindazt a segítséget megadja, amire esetleg nincs jelen egy szakaparátus, és gyakorlatilag ez a pályázati forrásoknak a fedezetéből meg tud valósulni. Találkoznak tehát ezek a dolgok, és ha ehhez még hozzáveszem azt is, hogy az utóbbi években szerencsére Magyarország gazdasági teljesítőképességének köszönhetően az adóbevételek belföldi források tekintetében is jól alakulnak, az úgynevezett faluprogram is megjelent, ami azt jelenti, hogy minden település akár minden évben tud azokra a célokra, kisebb feladatokra összegeket nyerni, ami megint csak azt mondom, hogy a legfontosabb az ő részükről, és úgy tűnik ez a program is évek óta sikeresen fut, Nagysáp is jól szerepel, hál' Istennek, és én azt tudom ígérni, amíg ez a kormányzat van, és gyakorlatilag ez a szemlélet uralkodik, addig a kis települések nem lesznek elfelejtve, és mindig jut arra forrás, hogy jó legyen helybe lakni, hogy megfelelő legyen az ellátás, megfelelőek legyenek a szolgáltatások, érdemes legyen itt lakni, letelepülni óvónőknek, tanároknak, pedagógusoknak, mindazoknak, akik a vidéki életnek az előnyeit is élvezni akarják, nem kell emellett azokat a hátrányokat elszenvedni, amit esetleg a város hiánya okozna. Valamilyen központi szemlélet az, ami irányítja ezeket a fejlesztéseket, és nagyon köszönöm minden településnek, polgármesternek, hogy ebbe partner tud lenni. Az, hogy van megfelelő magyar kivitelezési háttér, szellemi kapacitás a tervezésnél, azt mondom, minden ilyen létesítménynél, nem csak a létesítménynek örülhetünk, hanem annak, hogy egy olyan társadalmat, egy olyan országot tudunk alkotni, amely ekkora teljesítményekre akár önerőből is képes. Ehhez kívánok magunknak a jövőre is sok erőt, meg szerencsét, meg egészséget. Ezekkel a gondolatokkal szeretném ezt a mai ünnepséget társítani. Köszönöm szépen a figyelmet!